Jó napot kívánok! Önök az ATV déli híradóját látják. Üdvözlöm Önöket! Az Egyesült Államok nagy nyomás alatt tartja Magyarországot a déli áramlat földgázvezeték és a paksi atomerőmű bővítésének ügye miatt, mondta Orbán Viktor tegnap Münchenben. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a vezeték és az erőmű bővítés is gazdasági kérdés, de az ukrán-orosz konfliktus miatt belekerült egy geopolitikai, katonapolitikai, biztonságpolitikai térbe. A miniszterelnök kijelentette, soha nem állította, hogy Oroszország követendő példa, és hogy a nyugatnak utánoznia kellene a felemelkedő keleti ország, mint ahogy azt sem, hogy a nyugatnak vége. Oroszország egyre agresszívebben érvényesíti akaratát, főleg keleten, ezt Siklósi Péter mondta egy budapesti konferencián. A Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára szerint tudomásul kell venni, hogy eközben romlott a nyugat biztonsága, ezért nagy a nyomás, hogy újraírják a stratégiai dokumentumokat. Siklósi szerint Oroszország nem csak a posztszovjet térségre jelent fenyegetést, hanem néhány a NATO határain lévő szövetségesre is. Megalakult a fővárosi közgyűlés. Orbán Viktor azt mondta, a konfliktusoktól nem szabad félni. A miniszterelnök szerint egy demokráciában nem is lehet konfliktusmentes politikát folytatni, kivéve akkor, ha valaki nem csinál semmit. Tarlós István főpolgármester pedig azt mondta, hogy valamennyi képviselővel együtt kíván működni pártállástól, érzelmektől és hovatartozástól függetlenül. Csek Péter tudósítása következik. Ma megalakult az új fővárosi közgyűlés. Elsőként Tarlós István főpolgármester gratulálta a képviselők eredményéhez. Tarlós István a közgyűlés munkájával kapcsolatban azt mondta, hogy szeretne együttműködésben dolgozni mindenkivel, pártállástól függetlenül, és ebben kérte a képviselők segítségét. Az alakuló közgyűlésen Orbán Viktor is felszólalt. Azt mondta a miniszterelnök, hogy sikeres főváros nélkül nincsen sikeres Magyarország. Az elmúlt 4 évről azt mondta, hogy sikeres beruházások történtek, a 4-es metró elkészült, megújult a Várkert bazár, a Ludovika, felépült, elkészült a Budapest Music Center, illetve a Fradi stadion is. Még több fejlesztés is lehet a jövőben, mondta a miniszterelnök, és ennek garanciáját olyan fővárosi vezetőkben látja, akiket a budapestiek közvetlenül választottak, és nem pártistákról jutottak be. A miniszterelnök azt is mondta, hogy nem szabad félni a konfliktusoktól, egy demokráciában nem lehet konfliktusmentes politikát folytatni. Azt mondta Orbán Viktor, hogy többet érünk el így, mint hogyha csendben maradnánk, és azt tennénk, amit például az Európai Unió vagy a nagyhatalmak mondanak. Választási csalás gyanúja miatt emeltek vádat 8 ember ellen Szegeden. A Csongrád megyei főügyészség szerint a vádlottak tömegesen hamisítottak választási ajánlásokat. A vádirat szerint egy budapesti étteremben működő társaság arra szerződött, hogy képviselőjelölteket toboroz, illetve összegyűjtik a szükséges aláírásokat 3 kisebb párt érdekében. Mivel a leadási határidőig nem tudták összegyűjteni a szükséges aláírásokat, ezért a más pártoknak szabályosan gyűjtött évekről másoltak adatokat. A hamisítást időben felfedezték, így a jelölteket nem vették nyilvántartásba. A KDNP-nek semmi köze sincs ahhoz, hogy az emberek hogyan töltik a szabad idejüket, mondta Bodnár Zoltán. A liberálisok gazdasági tanácsadója szerint a tervezett vasárnapi zárvatartással a magánszférába avatkoznának be. Bodnár Zoltán szerint legalább 20 000 ember veszítheti el a munkáját, ha vasárnap nem nyithatnak ki a bevásárlóközpontok és a nagyáruházak. A sajtótájékoztatóról Gárdai László tudósít. Hazug és képmutató a KDNP törvényjavaslata, így fogalmazott Bodnár Zoltán. A liberálisok gazdasági tanácsadója Harrak Pétert az MSZNP frakció vezetőjének titulálta, hiszint mondta, az a kijelentés, hogy a multik kizsákmányolják a dolgozókat, csak a kádári időkben valamelyik pártkongresszuson hangozhatott volna el. Szabad családokban mindenki szabadon dönti el, hogy a szabad idejét mivel tölti. A KDNP-nek semmi köze nincs ahhoz, hogy ki hogyan osztja be az idejét, mondta Bodnár, aki szerint a KDNP javaslata beavatkozik a magánszférába és sérti a vállalkozás szabadságát is. A boldog békeidőket, ahogy Bodnár mondta, nem lehet visszahozni, azóta 100 év telt el. A politikus szerint a KDNP frakció vezetője tájékozatlan vagy hazudik, amikor azt mondja, hogy a vasárnapi zárvatartás nem jár elbocsátásokkal, pedig legalább 20 000 ember válik munkanélkülévé, mondta Bodnár. A Fidesznek csak egy választása van, hogy nem veszi napirendre a KDNP törvényjavaslatát, ha nem akar még egy a netadóhoz hasonló társadalmi konfliktust.
Távozott posztjáról az Origo vezérigazgatója, Vasili Miklós értesült a hvg.hu. Közös megegyezéssel távozik a Magyar Telekom üzletfejlesztési vezérigazgatóhelyettese és innovációs igazgatója is. A hvg.hu úgy tudja, hogy a Telekom vezérigazgatója jelentette be a változást egy ma reggeli szerkesztőségi értekezleten. Az újságírók azt kérdezték tőle, hogy az Origo vezérigazgatójának távozása kapcsolatban áll-e Sálin Gergő volt főszerkesztő kirúgásával, de a Telekom vezetője azt mondta, hogy folyamatban lévő vizsgálatról nem beszélhet. A Magyar Telekom kommunikációs igazgatósága augusztusban ismerte el, hogy a cégnél független belső vizsgálat zajlik Sálin távozása miatt. Enyhe, de helyenként esős idő várható, most nézzük a részletes előrejelzést. Ma napközben is sok lesz a felhő, és további esőre számíthatunk a Dunántúlon és a Duna vonalán. A keleti megyékben több helyen felszakadozik a felhőzet, 17 és 22 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még borult, csapadékos idő várható, majd vasárnap ismét szárazabb léghullámok érkezhetnek, és eláll a csapadék. A jövő hét első napjaiban nyugodtabbá válik időjárásunk. Európa időjárására továbbra is ciklonális hatások jellemzők. A déli részeken meleg, nedves levegő érvényesül. Ibériát viszont hűvösebb léghullámok érték el. Franciaországban és a Brit-szigeteken 15 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Nyugat-Európában száraz, de hűvös levegő a meghatározó. A skandináv félszigeten néhol már havas eső fordul elő. Tőlünk keletre továbbra is hűvös az idő. Önök az ATV déli híreit látták, híradóval legközelebb majd 3-4-6-kor jelentkezünk, akkor Bányai Viktor várja önöket. Önök is szép napot, jó hétvégét, viszontlátásra!